olyan hangos, amire tetszett, hogy elkészült a zsűri, még pedig úgy, hogy... Isten nem kockázik az univerzummal. Saját felfoghatatlan játékát játsz, amit ő talált ki. Ez a többi játékos, mindenki szemszögéből, leginkább egy olyan pókerjátszmához hasonlít, amelyet korom sötét szobában játszanak, üres kártyalapokkal, végtelen tétekkel, és egy osztóval, aki nem mondja a szabályokat, és végig mosolyog. Néha gémán. Otto. Csak azt kiabál, aki fél. Megállok előtted, nézd meg, uram, büszkén. Én nem kértem. Te adtál, itt van mind, hát vedd el. Büntess meg, higgyem el, végre már igazán, tényleg csak átadtam magam a neveddel. Az Úrért és Gedeonért, kiabáltam a gyermekisten tiszteletről hazafelé, lábjegyzett azoknak, akik nem töltötték bibliotáborban gyermekkoruk nyarait. Gedeon, Pirek 6-7, miután a barom ízjáli sereg csellel összezavarta a rájuktörőket, a káoszt kihasználva elterjedt az ellenséges katonákat, közben dicsőítve a vezetőket, akik a hihetetlen győzelmet lehetővé tették. Az Úrért és Gedeonért. A kezemben tartott bottal hatalmasokat ütöttem a moábitákat játszó bodzatákra. Lehettem, hogy 6 éves. Rohantam, ahogy bírtam, az Úrért és Gedeonért. Hős voltam. Hű voltam, hittem. Kérlelhetetlen úr vagy te most már, jól tudom, aki ott is arat, ahol nem vetett, és onnan is gyűjt, ahová nem szól. És tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, és csak benned van a gyógyulás is. És te osztasz, a pakli nálad. De én kiszálltam, mert 25-re mondd, minek lapot, benned sincs, amit kutassak, hibás törött vagyok. Tiéd mindig a dicsőség, a szégyet meghagyod, nekem csak azt hagyod. Hát tessék, jó uram, akkor emeld fővel a szemet, ha jusson, nézd. Csak azért se legyen igazad. 6 fiatalabb testvérem van. Valamikor 14 éves koromban merült fel bennem az a borzalmasan ijesztő tény, hogy bármit is teszek, példaként leszek. 6 tálalékú aranyat kaptam pluszba, de még ez az egy, az enyém is csak holt súly. Dobd ki hát, jó uram, onnan, ahová már befelé is csak löktél. Dobd ki, mint Moirát a lepkét, a gyűjtő, mint valami lesántult rabszolgát, mint egy haszontalan haszonállatot, akkor sem lesz igazad. Hol a szabad akarat, ha én nem akartam lenni, ha én lenni nem akartam? Nézd, fiam, ez itt az aréna, hát bemenni azt muszáj, de szabadon választhatsz. Egy hosszú vagy két rövid kardot kérsz. 16 évesen mondtam ki először, akkor még csak magamnak, és még magamnak is csak suttogva. Én Istent nem hiszek. De ő vajon hogyan áll ez a kérdéshez? Gyere, Úristen, nézd meg, itt vagyok. Hiába, hogy előtte én meg nem állhatok, amit adtál, megvan. Nézd meg, vedd el, hiszen csak hitegetted magad a nevemmel. Ha lenne Isten, azt hiszem remekül szórakozna rajtam. Na jó, Isten. 5 órája várom, hogy felvegyem valaki itt az út mellett. Ha tényleg vagy, ha létezel, akkor küldök. Na jó, azt azért tudod, hogy ez így nem ér. Még be sem fejeztem a mondatot, jó uram. Ha arról akarsz megküzdni, hogy ez nem véletlen egy belsésen csinálhatnád, de lehet egy picit jobban. Alig használ, tényleg új tulajt keres, az ára alkul lépes. Mert én mindig alkuszom, de te sosem alkuszol meg, és közben végig mosolyogsz.
És én vajon most játszom valamivel, amit komolyan kellett volna vennem, vagy éppen fordítva? Én játszom valamivel, amit komolyan kellett volna vennem, vagy... És most? Most így legyen? Már rég nem futok Gedeonért, és a kezdetét a szoros büszke hitetlenség is végül csak oda lett. Könnyű mosolyjal játszom végig. Az évek szállnak, mint a percek. Végig kiontott harmadával boldogsz felkérnek Jézus játszom. Amúgy melegetek van egy kicsit? Igen. Nagyon. Van egy nagyon jó trükk erre, hogyha minden percet elkezdi legyezni a mellette őt, akkor tudunk csinálni egy ilyen orkánt, mert ezt próbáljuk ki. Csináljunk orkánt! Indítsuk azt a négy mozgást, emberek! Van ilyen, hogy legyen levegő! Olyan meg egy kis raj, egy kis pillanat. Szálljunk, egy kicsit jobb lett a levegő, számoljuk vissza Mártinak, olyan a hangosan, amennyire tetszett, még pedig úgy volt. Jól üdülsz! Jól üdülsz! Örülsz, hogy eljöttél? Örülünk! Gondoljuk a kalap a szegedélyek, talán még egy győri is akad. És örülök, hogy Szeged érkeztetek. Kérlek, Pályos segítő, Mészáros Péter, kifelé színpadon. Ő az a személy, akinek a neve nem a Nomen Sumen, hanem a pontos ellentéte. Voltak a színpadon hatalma szeretettel, kitörő lelkesedéssel. Nagy Sándor! A Jézuskában, mert tebe szoktam aznap este. 12 éves voltam, amikor karácsonykor öcsém annyira találkozni szeretett volna Jézuskával, hogy anyáim engem kértek meg, hogy amíg ketten lefoglalják őt apával, pakolja be szépen csendben az ajándék ott a fa alá. Itt egyedül az volt a cím, hogy én is hittem a Jézuskában bazdra. Bűnbe pakoltam be az ajándék ott a fa alá. Ettől függetlenül még ezek után is hinni akartam benne, bár amiben hittem, az már messze állt tőle. Mikor az utolsó ajándékot pakoltam be, hallottam, hogy öcsém lélek szobadon rohan ki, megnézni, hogy mit kapott, mert hallotta azt a kis neszt. Gondolom a sziszter is, mikor a seggen beállt egy fenyőág pakolászás közben, úgyhogy győzőségen és könnyes szemmel lovat merejtőzni. A WC-ben, ahonnan kijöttem, nem olyan rögbe az, hogy mekkorát fingottam be, és aki oda bemegy majd, az meghal megpusztul-e. De ha jobban belegondolok, jól összejött minden. Legalább jóban is szopadtam magam, mert végül én mentem be. Meghaltam, megpusztultam. Szóval nem feltétlenül hittem a Jézuskában, mert ahogy behittem, az már messze állt tőle. Szintén csak kimentem várni valamire, amit nem ismertem. Szerettem várni az ajándékaim. Szeretjük várni az első szerelmet. Szeretjük várni az első útvarnagy, de hűtem meg akik a ultra szuper kurva nagy extrém életre halálra kaszabolós mindenben egy tilom dugást. Szeretjük várni a nagyőt. Az első veszekedést, az első békülést és az első békülő szexet. Tanulság? Ezért nevezek egy apáttal. Szeretjük várni az első évfordulót, az első közös alvást, addig és addig és addig és addig, amíg rájössz, hogy a nagyőhöz képest a volt barátnő tényleg olyan, mint az adventi koszorúk. Akkor a legszebbek, mikor négyszer vannak meggyújtva egymás mellett. És ha már a nagyő tényleg olyan, mint mondjuk Jézus. Mindenki igyekszik hinni benne, fényképezgetve látja, aztán a végén kiderül, hogy csak egy szakállas faszik. Pedig esküszöm, hogy mikor hát talált, akkor ez oszt igen, ez igen. Akkor mindig vársz valakire, csak nem biztos, hogy éppen akkor össze is jön. Mert előbb-utóbb mindenki megkapja a jár, igen. Mit kap a kis Viktorka karácsonyra, a kis vasutat, igen. Mit kap Antika karácsonyra, a helikoptert, igen. Mit kap Lőricke karácsonyra, a Viktorkát, igen. Mit kap a Buja Tini lány karácsonyra, nemi betegséget. Mert az óvatlan Tini lány olyan, mint a büszke erdész. Másnap reggel mind a kettő a bombáit nézegeti. Mit kap a Spitpolika karácsonyra, a diplomádat, igen.
volt, és másnap, amiben hittem, már messze állt a Jézuskától, és már úgy egyáltalán messze állt a gyerekkortól. Valószínűleg már te sem hiszel a Jézuskában, vagy ha igen, hát akkor az most szar. Viszont képzeld, 10 éve egyszer már én is voltam Jézuska kisicsimnek, így elég, ha most csak benne hiszel. Mert akkor most az egyszer valóság. Mondta nekünk a tulaj egy ilyen
étterem, kávézó, per, nagyon fancy hely, 1000 forint volt kávé a sör, tehát mi is meglepődünk, hogy miért vagyunk ott. Mondta, hogy ez a csőhe banda. Ezek itt dohányoznak, meg leteszik a piájukat, a helyeket előjegyeztik a vendégeket, mondom, sokkal meg fiatalok elvözelem, nem mondom, nem bírom én ezt tovább. Nem lehet itt tartani, ezt nem mondom, ó, hál' az égnek van, meg maga is kapja be a faszomat, és akkor lehet, elhőzöttük egymás, akkor lenne, hogy de ez azért volt jó, mert legalább mindig átdögredett, hogy ki lehet minket rúgni valahonnan. De ne körülök, tehát így, nem az jó. Tudom, mi 5 éve mi azon a helyen vagyunk, és szeretnek minket, nem?
A Balaton. Úszás maraton, nyaralás nyugaton, vagy éppen bugacon nő a pocakon. A lányom szépen. Ez már fél siker. Akkor mi minket? Kasztráltan nem hiányzik a nem. Se a másik, se ugyanaz. De hát rossz az, ha otthon pozsolodsz. Ha csak a fotel a szerelem, meg a távirányító, és a gyerek, kutya, mindennapi ruha. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk. Ha mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Kiben lesznek a mennyekben? Szitási korák! Akkor még egy tasú szeretnék, Balázs, az Hemszűz volt! Tényleg ajánljuk ezt jól volt, színnék, akkor még nem tudom látni kész. Ez tényleg olyan, hogy hozd hangt, hogy lélek, ott van az utca, sem ezt, hogy nagyon ajánlom, hogy ez jól fel az utca, nem csak előttem, nem szólsz fel, hogy most az első ingyen van. Aztán meg lesz a végeredménye. Szembesülnél 16 éves életben, hogy ezt remélje, vagy sem? Depressziós, hogy éresítő gyerek volt, hogy hihetetlen. Nem azt kérdezem, hogy most oda vennél a gyerek élethez, és mondanád neki, hogy... Könyörű, hogy ne, kérlek, ne! Egy szépen elhúzol az életed. Akkor nem ismernék egymást. Ez így lesz. Romantic Moments, Clash of the Vidék, utolsó. Szállod vissza, Balázs, amely a hangos már mennyi tetszett, úgyhogy... Kezdünk egy 8-assal, folytatjuk egy 10,6, 9,2, 9 és 7,8, szintes Balázsban. Van még két név a falon, zsebemben egyébként. És az utolsó előtti versenyző, hát aki sose jöhetne jobbkor, mint mindig, mint állandóan. Ő nem más, mint Molnár Péter! Molnár Péter a színpadon tartsukja a tartsukat, fölére Molnár Péter! Ne akadjunk a végére, bennünk a potenciál! Hogy döntöttél volna? Részvételi slam egy 60 éves évfordulóra. Szerelemről szólnék-e, Mózsa? Ha a szerelem nem a szükségem van rád, észre sem vettem tárgyasító ömlengések, és nem is a nagyon akarom, hogy nagyon akarod, hogy nagyon akarok. Szerelemről szólhatnál négy a múzsa, meleg nyári este van, de június 16-a van, és Magyarországon 60 éve történt valami június 16-án. Légy szíves, tegye fel a kezét, aki tudja, hogy mi történt 60 éve június 16-án. Bemondja valaki? Nagy Imre, kivégzése? Vicces az idő, hogy milyen rövid. De én például majdnem végigéltem ezt a 60 évet, és hogy 60 éve történt ez, amiről szó van, és 30 éve alakítottuk a Fideszt. És ilyen... Két ugrás, és már itt is vagyunk, de attól ti még kérdezhetitek, hogy jó, de akkor én most mit csináljak itt ezzel? Csináljuk mondjuk ezt. Képzeld azt, hogy te vagy
Kaposváron születtél, 1896-ban, még osztrák-magyar vonadi, aztán harcoltál az első világháborúban, megsebesültél többször, kommunista lettél, a 20-as években 3 éves börtönben töltöttél, aztán sokáig a Szovjetunióban voltál, hazakerültél, és a sztálinizmus alatt az egyik emberarcú vezető voltál, és így az 56-os forradalomban az lett a követelések egyike, hogy te legyél a miniszterelnök. Képzeld azt, hogy te lettél a miniszterelnök, egyébként szegény paraszti családból származol, és abban a forradalomban, a szabadságharcban, amit rövid idő alatt neveltek, és amiben sokan meghaltak, te voltál a miniszterelnök, és aztán, amikor levelték a forradalmat, akkor egy csomószor azt mondják neked, hogy Nagy Innertás, figyelj, ezt neked mondják, tehát nem Nagy Innert, nem valaki már, neked mondják, te vagy ott. Nők is, lányok is elképzelték magad, de lehetnek ők is Nagy Innert. Szóval azt mondják neked, hogy Nagy Innertás, hát lássa be már, hogy tévedek, hát ítélje már ezt a forradalmat, tehát gyakorolj az önkritikát, és akkor nem lesz gondom. Léci, tegye fel a kezét, aki elítélte volna a forradalmat. Ez nyilván nem egy népszerű választás, de azért hozzáteszem, hogy lehet esetleg, ugye most volt nemrég a taktikai szavazás, tehát hogy lehet esetleg arra is gondolni, hogy amelyet, hogy hagyom, hogy kivégezzenek, ahelyett egy taktikai húzásként valahogy, amennyire lehet elfogadható megfogalmazással elítélem a forradalmat, aztán ezt a erőből harcolok tovább a forradalom célja miért. Esetleg így, Léci, tegye fel a kezét, aki esetleg egy ilyen taktikai húzással elítélte volna a forradalmat, hogy illetve valakosan és harcolhasson tovább. Szóval számítsuk még hozzá azt, hogy ő nem csak azért, mert kommunista volt, hanem mert kért akkor, és tudta, hogy a kommunista ki akart peretetni, hogyha valaki esetleg meg is tette ezt, hogy önkritikát gyakorolt, attól még lehet, hogy simán kivégezték. Tehát, hogy a választás lehet, hogy az volt, hogy vagy úgy hal meg, hogy elítéli a forradalmat, amiben hitt, vagy pedig úgy hal meg, hogy ő marad a forradalomot. És mindezt egybe vette Léci, tegye fel a kezét, aki elítélte volna a forradalmat. És akkor most Léci azt tegye fel a kezét, aki nem ítélte volna a forradalmat, hanem azt tette volna, amit nagyon letett. Szabadságból szólni kell, Rózsa. Ha a szabadságról gondolkozva van, és most az utolsó versenyző, hogy a folyamán
ugye még kifajtok belül, tehát kérek, hogy reakciója, hogy kifajtok az a fejét. Szerencség volt a tüzetek az utolsó. Az utolsó versenyzőt elkerítom már Péternek, mert az ő listájából származik. Így volt, hogy a DVD dívája, szívemnek kedves, szívemnek csicsiket, csicsiket, egy pucája, ő nem más, mint Gömöri Eszter! Nem változik el a legfőbb számolni a pontokat.
Én szeretnék mondani valamit, hogy ne, ugye nem felejthetnétek el. A Dénes performance-ra készült. Szervuszok, hagyjad meg Piló Dénes, aki a Földjáthoz kemény főszervezője. Egy nagyon rövid performance-ral készültem, mert ez az este megfogott, hogy tényleg olyan volt, hogy az érettségi felvételi vizsgai időszak miatt így a közönségünket így kb. Buktuk, azt éreztem. Plusz a Colorado Fesztivál, a Slovin is van velünk egy időben, és a Dőjelben pedig Rewind van a hajáig, de ebben Gim is volt. Senki nem tudja, mert nem értetek a 9-ös években, hogy minden. Jó, szóval hogy ez olyan volt, mint hogyha így ez se sikerülhet, tehát emiatt se sikerülhet. Elbasszom, mert elgózom mikrofon, mert elbasszom. Emiatt se, és akkor tényleg ez 1, 2, 3, 4 ilyen faszon, ilyen csomó, és akkor fog megteti, húzd meg, hát reméljük sikerül. Mészáros Péternek és Karol Bácsának, hogy itt voltak másikán, de mindegyiket egyénileg dekorálta, dedikálta Csillag István Zoltán, és akkor vissza is adom, és nagyon szépen köszönöm nektek tényleg, hogy itt nagyon szépen köszönjük, Bibó Dénesnek! Jó, ez mindenről kérdő kivetelkedni a közösségeket, hogy Molnár Péter szeretné átadni a külön díját, ha minden igaz, a legpolitikailag korrektebb. Jó, csak tényleg gyorsan, mert nem a fánok, mert egészen nem a hosszú volt, tehát 23 versenyző. Mielőtt Péter elmondja, egy nagy tartsot szeretnék kérni magatoknak, hogy végig tudtuk csinálni a számára esetőját, hogy nagyon szépen. Én is nagyon köszönöm Mészáros Péternek, mint Kalló Bencének, meg mindenkinek. És hát ezt a külön díjat úgy szeretném nevezni, hogy emberi és fai jogok díj. És ez a Keresők című történetnek, amit én írtam, egy képregény változata Per Krisztián átdolgozásában, és a szereplők fák kivágása ellen tüntetnek benne, és a ma este ezt Veszprémi Szilveszternek egy művészi diákokkal egy 7 kis mondok című előadást, amiben jellemzően ilyen személyes történeteket mesélnek, és mégis is Zolinek kivételesen vicces volt. Nagyon viccesen beszélt olyan emberi jogi kérdésekről, amik tök fontosak ma, úgyhogy voltak még mások is, nehéz választani, de ma este őket szeretném. Bocsánat, idevágó. Ma délután egy kameruni srácot, aki félig menni mozgássérült, vittük el a 8. kerületi helyre, mert kirakták az albérletéből, szíveszekből találkoztam vele, gyorsan kellett cselekedni, és egy református menhely, és barátom vitte be a bőröngyeit, és utána mondta, hogy majdnem elsírta magát. Én is láttam, hogy bementem pillanatra, hogy aki ült ott a kapuba és fogadta a betérőket, az miért nem őviszi a csomagokat, meg ott üzen, tehát hogy a két mongóval járó srác. Majd letették őt egy szobába, ahol pár matrac volt a földön. Azt mondta barátom, hogy roma.
nemzetiségű emberek szemben láthatóan, fogadjuk el, így volt, és azt mondták, hogy nagy megjöttek a migránsoknak. Szóval itt tart az ország, szomorú, nem baj, nevessünk, aztán valamit tenni is lehet érte esetleg, hogy ne itt tartsunk az ország. Nagyon köszönöm, tehát színeznek és Borinak, gratulálok nekik, és hajrá, és a többieknek is a legközelebbi föld alatti szlemre ugyanezt szeretném ajánlani. Tehát aki a szlembe aznap este a legjobban szövi bele az emberi és fai jogok védelmét. Péter, mikor lesz ez a következő este hátra? 4-én ez a Pride Slam lesz. Ja, tényleg is! Nem akarom jelenteni, a mikrofon. Nagyon-nagyon köszönöm szépen a hozzászólásokat, tényleg és szüper, hogy ez majd később beszélni rá, hogy közösen meg minden, mert fontos volt, viszont ne tartsuk fel az embereket. Jó, dumáljunk később, akkor a különböző szépen, hogy elmondtál. Szíveszteltek és dolga, maradjanak a színpadon, nem? Maradjanak, persze. És mielőtt eredményt hirdetnék, azért köszönjük meg, ha már nekünk voltak ilyen keresek és megköszöntétek, köszönjétek azoknak is, akik egyrészt... Aki nélkülnek, hogy a valamit ő egyrészt Jorgos, aki a thank you.
gyertek ide az ember. Ez kösz! Vinci! Mi vagytok? Nem áll? Na, közfogó! Három ember álljon belőle, és út, és a konfok előnek, és a és a belőle, és a részjából, és a karrier, és a jövőre, és mindenki. Thank you.